Ezek a felvételek még 2022. márciusában készültek, ekkor rakták le ugyanis a nyírbátori Bárka bölcsőde alapkövét. A görögkatolikus fenntartású intézmény küldetéséről Szocska Ábel görögkatolikus megyés püspök akkor azt mondta, egy biztos pont egy bizonytalan világban. Az épületnek a precíz és pontos megépítésén és annak a jó szakmai működtetésén túl számunkra fontosak a keresztény értékek, hogy legyen a keresztény hitünknek megfelelő intézménye, amiben ezeket az értékeket megpróbáljuk átadni gyermekeinknek, az itt munkát végzőknek és az ide betérőknek. Két évvel később, 2024. májusában pedig már az elkészült intézmény miatt adtak hálát a nyírbátori görögkatolikus templomban. A beruházás több mint 600 millió forintból valósult meg. Egy ilyen kis városban, ami Nyírbátor, nagyon fontos, hogy a különböző fenntartók, a különböző intézmény működtetők szorosan együttműködjenek, megosszák a feladatot, megosszák a felelősséget, a terhet, és ugyanakkor segítsék egymás munkáját. Én azt gondolom, hogy ez Nyírbátor esetében egy jó példaként működik. Itt valóban valamennyi történelmi egyház, az önkormányzat és az állam is nagyon sokat tesz, elsősorban az oktatásnevelés fejlesztéséért. Nagyon sok beruházás, nagyon sok technikai fejlődés ment végbe az elmúlt években, évtizedekben, és valóban nagyon összetett feladatokról beszélünk, és itt nagyon fontos, hogy a szociális ellátórendszertől az oktatási intézményig, a gyermekétkeztetésen át a megfelelő közlekedési és egyéb rendszerek működtetéséig tudjunk egy jól működő várost, egy jól működő intézményrendszert fenntartani. A bölcsőde átadón Fülöp Attila gondoskodás politikáért felelős államtitkár hangsúlyozta, a kormány számára kiemelten fontos a családok támogatása. A Fidesz-KDNP kormányzása alatt megduplázódott a bölcsődei helyeknek a száma. Ez azt jelenti, hogy ma 65 ezer bölcsődei hely van az országban. Ez dupla annyit jelent, és azt jelenti, hogy 1130 településen elérhető a bölcsődei szolgáltatás, ami nyilván segít egy vidéknek a megtartó képességét, segíti az ottani munkahelyteremtés, és a családpolitika fontos eszköze. Ha a családpolitikát nem nyerjük meg ezt a harcot, akkor minden mást el fogunk veszíteni, ezért fontos ennek a továbbvitele. A Bárka névre keresztelt négy csoportszobás bölcsődében 48 gyermeket tudnak fogadni. Az intézmény áprilisban nyitotta meg kapuit. A 11 fős személyzet jelenleg 36 gyermekről gondoskodik. A bölcsőde nyitotta a Nyírbátoron kívül élő családok gyermekei számára is.